Egy olyan kacsás ételt mutatok most, ami nagyon eltér a hagyományos ropogós kacsacombtól, citrusos kacsatál. Kacsákat szépen először csak besózzuk. Első lépésben egy nagy serpenyőben egy pici olívaolajon indulunk, nem kell nagyon sok. A kacsacombokat ugye bőrös felükkel lefelé beletesszük és elkezdjük kisütni. Amikor már látjuk, hogy szépen elkezd belőle kisülni ez a jó kis kacsa zsír, akkor meg lehet nyugodtan fordítani. Ugye látják, hogy egy pici színt azért már rögtön kap is. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a kacsacombokat áttesszük ebbe a bizonyos nagy öntött vaslábasba, és akkor ezen a kisült kacsazsíron ezen pároljuk át a hagymát. Jöhet kettő nagy hagyma. Megsózhatjuk már, hogy egy picit gyorsabban tudjon megpuhulni és megpárolódni. Amikor a hagyma elkezd egy picit összeesni, és már olyan üveges lesz a színe, na akkor jöhetnek a fűszerek. Nagyon gyakran a marokkói konyhának ezek az alappillérei. Őrölt gyömbér, őrölt koriander, egy egész rútfahé, és aztán egy pici piros paprika, és egy picike csipet cayenne bors. Ezzel átforgatjuk, és nagyon klassz ebben az egy tál ételben, hogy így gyakorlatilag a köret is magával, a kacsával együtt párolódik majd. Sárgarépa, azt ilyen nagyobb darabokra vágom, illetve krumpli, 1 kiló krumpli. Ezt a hihetetlen illatos kacsazsírban párolt fűszeres hagymát, így ahogy van, rázutyintjuk, ráöntjük a kacsára, és akkor most jön hozzá minden egyéb, ugye? Szóval krumpli, na és akkor jön most még ugye a különleges, hogy szépen vékonyan levágjuk a narancs héját, mondjuk nem kell egy egész narancsnak a héja, ez is jön bele, illetve egy biocitromnak is, mondjuk 2 nagy darabban a héja. Ugye ettől az egésznek a fűszerek mellett lesz egy ilyen fanyar íze is. A narancsnak a leve is belemegy. Pici mézet szoktam még rátenni, ami ellensúlyozza a narancsnak a fanyarságát, és akkor jöhet rá a fedő, és 150-160 fokos ütőben szoktam sütni, körülbelül 1,5 óra alatt gyönyörűen megpárolódik. Azt azért fogják látni, hogy amikor az ember felnyitja a fedőt erről a öntött vaslábosról, hát az ami hihetetlen, hogy milyen illatok jönnek innen, ugye tényleg koncentráltan megsül, pici petrezselymel egyébként még meg lehet szórni, és ugye a köret már benne van, hiszen ugye a sárgarépa, a krumpli, az gyakorlatilag minden ezzel együtt főtt, de hogyha esetleg mégiscsak szeretnének mellé valamit legalábbis mondjuk tunkolni, vagy tunkolásra készíteni, akkor ezt a házi lepénykenyért ajánlom hozzá, amivel ezt a hihetetlenül exotikus fűszeres szaftot istenien lehet tunkolni. Szerintem ez az egyik legfinomabb étel, úgyhogy remélem, hogy mindenképpen kipróbálják. Jó étvágyat!